Az ügyészi vádalkut nem fogadta el a vádlott. Emiatt bizonyítási eljárás kezdődött el a szolnoki törvényszéken, mely első fokon zárult le. Az újszászi férfi szerint nem ő támadta sértetre, hanem éppen hogy fordítva történt. Elmondása alapján ő csak önvédelemből szúrta meg a másikat. Önvédelemből, állította mindvégig. A vádlott szerint 2021. március 13-án délután a korábbi élettársa rohant az újszászi házhoz, és dörömbölt be, kétségbeesve. Állítása szerint egy férfi szaladt utána, aki bedrogozva meg akarja őt erőszakolni. A vádlott azt mondta, hogy egykori kedvesét akarta megvédeni, és az illetővel dulakodni kezdtek, aki ráverte a széket. Egy kés a sértethez került, ám a vádlott az kicsavarta támadója kezéből, majd pedig azzal önvédelemből többször megszúrta, szavaival élve belétettem a kést. Ez a védekezése a bizonyítási eljárás során nem bizonyult sikeresnek. A megszúrt 35 esztendős férfi korábban azt vallotta, hogy azért utazott Újszászra, hogy telefonját eladja. Az eladó és vevő közvetítésében közös ismerősük az a lány segített, aki utóbbinak volt az élettársa, ám az újszászi háznál csapdába került. Ott ugyanis két férfi, egyikük a vádlott, másikuk pedig nem bizonyítottan a lány fivére, és a lány azonnal agyba főbe verték, illetve a vádlott egy méretes késsel több alkalommal háton és oldalba szúrta, súlyosan megsértve ezzel a tüdejét is. Amikor pedig a telefonját odaadta nekik, sikerült kimenekülnie a rettegések házából, és egy ismerőséhez autózott János Hidára, aki azonnal értesítette a mentőket. A szolnoki törvényszék előtt zajló eljárás során tanúkat és igazságügyi szakértőket is meghallgatott dr. Nagy Orsolya bírónő. Elsőfokú nem jogerős ítéletet hozott a büntető ügyben. A bíróság a vádlottat 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 4 évre a közgyakorló eltiltásra ítéli. A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végletesi fokozata börtön. A vádlott a szabadságvesztésből a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A bíróság a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamába a 2021. március 13 napjától 2021. július 16 napjáig, a 2021. július 30 napjától 2021. november 30 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. Beszámítja továbbá a vádlott által 2021. július 17 napjától 2021. július 29 napjáig, valamint 2021. december 1 napjától 2022. szeptember 21 napjáig bűnügyi felügyeletben töltött időt akként, hogy egy napi szabadságvesztésnek 4 nap bűnügyi felügyeletben töltött idő felel meg. A bírónő végül a vádlott többször módosított vallomását nem alapul véve, illetve a több alkalommal meghallgatott sértett következetes állásfoglalására figyelemmel javarészt a vádirati tényállást vette alapul az ítélethozatalban. Aszerint a 3,5 éves börtönbüntetés az igazságos a vádlott tekintetében. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője azonban fellebbeztek az ítélet ellen.